Sziasztok! Most megyünk le a Balatonra szemlét tartani, hogy állnak ott a dolgok. A Bobi az jön velünk, a Móriczkát viszont itthon hagyjuk, hát őt minek is hoznám kell tulajdonképpen. Úgyhogy majd jelentkezem napközben. Sziasztok! Sziasztok, bejelentkezek, megyünk a Balatonra. Nem esik az eső, úgyhogy tök jó, viszont nagy a köd, úgyhogy nem sokára odaérünk. Most vagyunk a Velencei tónál, ott van az a nagy szár. Tavaly még itt voltak, láttam őket. Aha. Na, épül a diszkó. Kacsa, csúszik? Sziasztok! Hazaértünk a Balatonról. Hát elég változatos nap volt, ezt most így a vlog keretében mesélem el. Tulajdonképpen reggel ugye elindultunk, az autópályán minden rendben volt, ahhoz képest, hogy egy elég ronda, ködös idő volt, tök sokan voltak az autópályán, végül odaértünk Siófokra, és ott rögtön elmentünk a nyaralóba, ahol megnéztük, hogy hogyan haladnak a munkák, tulajdonképpen meg voltunk elégedve. A lenti szinten ott ilyen fal kiverés volt, egy előszoba, meg egy konyhai résznek a szétverése történt, az a fal. Ott már megtörtént az aljat kiegyenlítés, már felrakták a burkolatokat, akkor a konyhabútól helye úgy nagyjából még már megvan, de még nem végleges, tehát lehet, hogy először még a régit majd visszarakjuk, és akkor majd alaposan megtervezve próbáljuk majd a többit odarakni, megpróbálunk valami helyi mestert szerezni, aki pontméretre ugye megcsinálja. Közben a Bobika egyfolytában nyűszök, szokásos módon. Aztán utána elmentünk ott van egy spár, ott nagyon közel. Gyere ide, Bobi, gyere ide. És fekszik, és ül. Jó? Ül, fekszik. És az történt, hogy bementünk a spárba, először én mentem be, vagyis nem, először a férjem ment be, vett magának valami kis nasit, addig én vigyáztam a kutyára, utána meg én mentem be, és ő vigyázott a Bobira. És hát aztán mentünk tovább, ott láttuk, hogy a palaszdiszkót azt most már totálba szétszették, sőt, már megkezdték az ott lévő új négycsillagos szállodának az építését, tehát az alapozási munkálatok már ott megvoltak, valószínűleg most éppen a garást építik, és képen láttuk, hogy igazából ez nem is lesz egy olyan nagyon magas épület, egy 2-3 emeletes, vagy valami ilyesmilyen lapos tetős kis hely, hát nem kicsi, mert ugye régen ott volt a palaszdiszkó, akkor
ott volt a Kamelott vendéglő, tehát az egészet ezt mind letarolták, úgy, ahogy volt. Aztán mentünk tovább, egyenesen ott volt a régi nagy szótüdülő, ilyen 10-1 néhány emeletes, az is teljesen már fel van újítva. Aztán mentünk tovább, jött a part, ugye ott már az ezüstpart van. Hát a kikötő az teljesen üres volt, tehát minden hajó tulajdonos elvitte valami száraz dokba a hajóját. A vendéglő ott egy se volt nyitva. Aztán mentünk tovább, hát ott rengetegen voltak, mert ugye megépült, ott még volt három ilyen négy emeletes, ilyen ifi szálló szerűségként működött, de azt is teljesen átépítették, és most már egyik se hotelként működik, hanem azok is ilyen apartmanok. Aztán még mentünk tovább, akkor elértünk ugye a sajtszállodához, az, aki ismeri az ezüstpartot, ott volt régen, az is valamilyen szott szálló volt, ilyen kerek erkélyek voltak rajta, az is teljesen szét lett bombázva, ott volt egy uszoda, azt is teljesen lebontották, tehát egy olyan 2-3 évig teljesen ilyen romhalmazokon volt a nyaralás, de most már az is már kicserélték az ablakokat, ajtókat, nyilázárókat, uszoda teljesen elszűnt, akkor a sittet is elvitték, úgyhogy most látunk mondjuk nyomokat, mintha ott még egy építkezés lenne, mert ott azért elég nagy területek vannak, és aztán elmentünk a, úgymond a sarokig, ott van a Cinege patak, az folyik bele a Balatonba, és ott van egy ilyen kis öböl, ott szoktak a kájtosok, meg a szörfösök, onnan indulnak, és akkor ugye a parttal párhuzamosan száguldoznak, hogyha például északi szél fúj, meg déli szél fúj, mert akkor lehet a parttal párhuzamosan menni. Ha mondjuk keletről, meg nyugatról fúj, az mondjuk pek, mert akkor befele kell menni ugye a mélybe. Hát az nem mindig optimális, amikor nagy a vihar. Aztán ugye meg akartuk tenni a 10 kilométert, úgyhogy még mentünk egészen Széplak alsóig, és ott volt régen egy játszótér, az mondjuk most is ott van, és mellette volt ott egy darab ABC, amit a helyiek kiválóan ki tudtak használni, mert oda jártak ugye vásárolni. Most meg azt is ledózerolták, mert valami befektető megvette az egész területet, és teljesen le lett dózerolva. Utána pedig elindultunk a visszafele, ugye a Széplak közepébe, úgymond. És hát mondom, ne menjünk már a főúton, hanem menjünk ki a vasút mellé, mert ott ugye nem nagyon járkálnak autók. Hát a Bobika az el volt engedve, és hát szokásos módon így ilyen cikázva, így jött, ment, meg hát azért úgy oda jött hozzánk, és képzeljétek el, hogy egyszer csak jött egy vonat, és a Bobi, mint egy őrült, elkezdett a vonat után rohanni. Hiába szóltunk neki, hogy hozzám, vissza, nem akart visszajönni, és én már majdnem ott elsírtam magam, mert azt hittem, hogy a kutya alá fog futni a vonat alá. Én ilyet még nem is láttam. Tehát ez a kutya, ez annyira, én nem tudom, hogy miért váltottak ki ez belőle, hogy azt hitte, hogy ez van nagy birka, vagy nem tudom, de tök mindegy, ami gurul, ő utána rohan. És még az volt a szerencse, hogy itt ilyen dupla sínpárban, ott Zamárdi meg Siófok között, nemrég újraépítették, és akkor a belső sínpáron ott megállt. És aztán utána, hát mondom, ezt a kutyát nem lehet kórház nélkül vinni, mert ez egyszerűen nem fogad szót. Szóval teljesen kivagyok, hogy szeptember óta járunk iskolába, és egyszerűen meglát egy biciklit, vagy egy ilyen most már a vonatot is, mert mondjuk a villamosokat az eddig is ugatta, de tehát ilyen még nem volt, tehát ez már kifejezetten veszélyes volt, úgyhogy ahol autó van, soha nem fogjuk most már elengedni, addig, amíg biztosan be nem hívható a kutya, mert ez így életveszély volt. Akkor itt van ilyen finom mandarin, na ez kiesett, ilyen gyönyörű, szép, friss mandarin volt, tehát gyönyörű. És
És amikor bementünk, akkor ki volt írva az ajtóra, hogy az az év boltja 2020-ban, csak nem tudjuk, hogy az a Lidl közül az év boltja, vagy Magyarország, mert azt ugye annyira nem olvastam el, csak úgy félszemmel láttam. Na, meg átrendezték teljesen, tehát ahhoz képest, amilyen volt. De jól átlátható lett az egész. Koros kenyér. Akkor itt van egy kis lila hagyma, és akkor itt van még egy ilyen jó nagy Goldenburg 2,5 kilós krumpli. Ez elég jó. Ez van, akkor vettem még egy fehér répát a leveshez, akkor vettem még pár citromot, és akkor itt van még a hagyma, ami miatt tulajdonképpen bementünk. Na, ez most itt teljesen, itt ez a kamera itt valahogy elállítódott. Tehát itt van ez a vörös hagyma, hogy ezeket vettük. Holnap valószínű, hogy megint el fogunk menni valahova kirándulni, még mindig nem tudom, hogy hova, de majd meglátjuk. Most még bemegyek egy kicsit, legalább föltöltöm a videóanyagot, amit csináltunk egy másik eszközzel. Ja, meg még volt egy elég borzalmas dolog, hogy ahogy mentünk a parton, van ez a sajtszálloda, amiről az előbb beszéltem, meg a sarki rész, ahova beleömlik ez a Cinege-patak, és ott a parton körülbelül olyan 5-6 teljesen egészséges fa, így le volt így vágva, abszolút, tehát nem tudom, hogy lehet, hogy a mögötti területen, mert az még olyan vad hely, tehát ott régen ilyen kemping volt, de ott most nincs semmi, vadkempingezők szokták azt ott birtokba venni nyáron, meg horgászók, ott bemennek egész autóval, és akkor úgy ott szórakoznak, de most már az is le van zárva, és ott volt a parton közvetlenül egy csomó egészségesnek tűnően hatalmas, nagy, gyönyörű fa, és ő ki volt úgy vágva, tehát én nem tudom, hogy manapság azért múltkor olvastam, hogy Keszthelyen volt ott, hogy valamit bekerítettek, és akkor ott kivágtak teljesen egészséges fákat, pedig ezek ilyen, szerintem ilyen biztos, vagy 50 éves fák, tudti, hogy voltak, vagy lehet, hogy még régebb. Tehát valószínűleg ott fognak építeni valami ilyen szuper luxus, nem tudom, hogy milyen ingatlan, és akkor a fák lombkoronája ugye belezavart volna a panorámába, és akkor mit csinálnak? Hát akkor kivágják. Hello, Bobby, hát itt mi történt ezekkel a fákkal? De szörnyű. Úgyhogy gratulálok azoknak, akik így intézik ezeket a természetvédelmi dolgokat. Igazából megy a papolás, hogy így a Balatont védjük meg, meg úgy védjük meg, aztán mégis lazán vannak ilyen engedélyek, és nem csak itt, hanem én körbe gyalogoltam az egész Balaton, mindenhol vágják a fákat, fölégetik a nádast, és szépen születnek ezek a körbe betonozott, borzalmas ház monstrumok, persze, úgyhogy mindenki szégyelheti magát, aki itt tönkre vágja ezt a gyönyörű Balatont. Üzenem nekik, hogy majd egyszer ők is valamilyen módon biztos, hogy pórul fognak járni, aki ezt teszi a Balatonnal, az megérdemli, hogy valami igen jól megüsse a bokáját, azt kívánom neki. Úgyhogy, na, akkor most kellőképpen földühítettem magam, úgyhogy ezek után akkor mindenkinek jó pihit. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára. Na, sziasztok!